A szobor homokkőből készült, így időközönként igényli a felújítást. Appelsoffer Ágnes, Tolna polgármestere beszélt a restaurálás előzményeiről. Az volt az ötlet, hogy újra közadakozásból újítsuk fel. Tehát ez egy 200 éves szobor, körülbelül 100 évvel ezelőtt felújították, de hát az idő viszontagságai tönkretették, és úgy döntöttünk, a képviselőtestület egyöntetűen állt az ügy mellé. Egy viszonylag nagy összeg járult hozzá a szobor felújításához, és sokszor kétségbeesve, sokszor bizakodva, amikor láttuk, hogy a számlán mennyi pénz van, azért ez nagyon-nagyon sokba kerül egy ilyen szobor felújítása, tehát ez ilyen 15-16 millió forintba került csak a restaurálás. És a pénz az egy dolog egyébként, ami én azt gondolom, hogy óriási dolog az, hogy megint összefogással, közadakozásból tudott ez a szobor megújulni, de hát nyilván a szobrot azt olyanra kell felújítani, amilyen az eredeti volt, és meg kellett találni azt a szakembert, azt, aki ezt meg tudja csinálni, és mindenféle szakhatósági engedélyeket, örökségvédelmi hivatal engedélyének a jóváhagyása is kellett hozzá, tehát az ő engedélyük is kellett hozzá. Hát én azt gondolom, hogy ugyan tavaly novemberben elkészült a szobor restaurálása, de mégiscsak a városnapi rendezvénysorozat egy részeként tartottam fontosnak ennek a szobornak a megáldását. Mert hogy a városnapját is azért tartjuk, hogy legyen minden évben egy nap, amikor ünnepeljük a várost, és azt hiszem, hogy ez az alkalom, ez tényleg nagyon példaértékű, és nagyon bízom abban, mint ahogy a beszédemben is elmondtam, hogy 100-200-500 év múlva lesz Tolna, lesz Tolnán Szentháromság szobor, és lesznek tolnai emberek, akik majd megint felújítják azokat, amiket most építettünk, vagy az őseink építettek. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan el tudtak jönni az ünnepségre is, de több elszármazott is adományt adott ennek a szobornak a felújításához. Ők nem tudtak erre az alkalomra eljönni, de azt gondolom, hogy nagyon sokan, ha máshogy nem lélekben együtt voltunk ma délután. Nagy tiszteletű érsek atya szóba hozta a Covidot, akkor igen, én azt gondolom, hogy hálásak lehetünk nap mint nap azért, hogy túlélünk járványokat. Maga a szobor, az a pestis járvány túlélése után, vagy a járvány után épült, és valóban néhány évvel ezelőtt egy olyan világjárvány volt itt, amiben nagyon sokakat elveszítettünk, de mi itt vagyunk, és nagyon bízom abban, hogy a továbbiakban minden olyan kihívás elé bátran tudunk állni, amelyek akár háborúról, akár betegségről, járványról van szó. Én nagyon szeretném, hogyha az emberi gyarlóságot és a betegséget mindig felülírná a szeretet és az összefogás, és ez a szobor, ez éppen ennek a példája. Őseink iránti tiszteletből, szüleim, nagyszüleim emlékére. A Tolnai Szentháromság szobrot, mint oly sok helyen az országban, őseink 200 évvel ezelőtt bajelhárító, fogadalmi céllal emelték közadakozásból. Saramu Mártától származik a kezdeményezés, aki rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy elérkezzenek ehhez a pillanathoz. Nem messze lakom a Szentháromság szobortól, és szinte laponta láttam, hogy milyen nagyon rossz állapotban van, és megpróbáltam utána nézni a leírásoknak, hogy mikor épült ez a szobor, és hát ez körülbelül 3 éve volt, és akkor láttam, hogy 1823-ban épült, és ugye hamarosan 2023 lesz, és tehát a 200 éves évforduló elközeleg, és méltatlan, hogy ilyen nagyon rossz állapotban van, és utána néztem annak is, hogy őseink közadakozásból építették, és hát úgy gondoltam, hogy megpróbálom én is, és ennek legalkalmasabb formájaként az alapítvány mutatkozott, és így hoztam létre 22-ben egy magánalapítvány, Tolnai Szentháromság szobor felújítása elnevezéssel, és tulajdonképpen ezzel kezdődött meg a szobor felújítása, az alapítvány létrehozásával. Add kegyelmedet, hogy akik ezelőtt a szobor előtt a Szentháromság egy Istent könyörögve kérik és tisztelik, nyerjenek oltalmat a földön,
és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek megáldásával és az ünnepi műsorral tekinthető befejezetnek a szobor megújulása. A tolnaiak remélik, hogy sokáig fogja még ékesíteni az alkotás a várost.